X konferencia Nyíregyházán Gulyás Gergely és Novák Katalin az eseményen kiemelték, fontos a fiatalabb generáció politikai szerepvállalása, és ebben jelentős szerepet játszik az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. Egyedülálló tanműhely, az EON ezen túl egy teljesen új, modern létesítménnyel segíti a helyi szakképzést. Montázs, a munkavállalástól a szabadidőig számos témában kaphatnak információt a fogyatékkal élők a Nyíregyházán nyílt információs és koordinációs ponton. Kétnapos konferenciát rendezett az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az eseményen többek között Gulyás Gergely és Novák Katalin tartott előadást. Mindketten kiemelték a fiatalabb generáció politikai szerepvállalásának fontosságát, és azt, hogy az X ebben jelentős szerepet játszik. Fontos a nemzeti identitás megőrzése, ehhez pedig nélkülözhetetlen a fiatalok munkája. Ez is elhangzott azon a kétnapos konferencia sorozaton, amelyet hétvégén tartott az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. A cél az, hogy minél több fiatal foglalkozzon a politikai kérdésekkel. Azt szeretnénk, hogyha 10-20-25 év múlva is lennének olyanok, akik Magyarországon a közéletben való részvételt hivatásuknak tekintik, vagy legalábbis életük fontos részének. És ez a különbségtétel fontos ugyan, hiszen nyilván mindenki eldönti, hogy mivel kíván hivatásszerűen foglalkozni, de az biztos, hogy ahhoz, hogy valaki ma Magyarországon értelmiségnek nevezze magát, szerintem elengedhetetlenül fontos, hogy legyen véleménye az őt körülvevő szűkebb és tágabb világról, és ebben nyilvánvalóan beletartozik az a közösség, ahol él, és az a tágabb közösség, az a nemzet, amelynek tagja. Az egyik legaktívabb közösség évek óta az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. Azok a fiatalok, akik csatlakoznak a szövetséghez, egy értékrendet is választanak. Pedig a fiatalok sokszor tartózkodnak a közéleti kérdésektől, még akkor is, ha ezek a mindennapi életüket is befolyásolják. Ha rávilágítunk arra, hogy mik is ezek a közéleti kérdések, és hogy ezek olyan ügyek, olyan kérdések, amelyek az ő mindennapi életüket is befolyásolják, akkor már sokkal nyitottabbá válnak erre, és ezt látjuk az X-en keresztül, és ebben segít is az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, hogy megmutatja azt a fiataloknak, hogy bizony ezek az ügyek, ezek őket érintik, őket is illetik, és éppen ezért fontos az, hogy ők fiatalként elmondják a véleményüket, hallassák a hangjukat, és vegyék ki a részüket ők is akár a közéletből is, vagy éppen a politikai életből is. Én örülök annak, hogy egyre több ilyen fiatal él Magyarországon. A konferencián előadást tartott Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője, és Kubatov Gábor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség országos pártigazgató alelnöke is. Valós munka körülmények között teljesíthetik gyakorlati képzésüket ezen túl a villanyszerelő tanulók Nyíregyházán. Az EON Tiszántúli Áramhálózati ZRT egy egyedülálló, modern tanműhelyet alakított ki a duális képzésben tanuló diákok számára. A középszintű képzésben résztvevő villanyszerelő tanulók minden második hetüket az EON tanműhelyében tölthetik majd. Egyedülálló lehetőséget kínál az EON azoknak a fiataloknak, akik műszaki pályán tanulnak. Hétfő délelőtt átadták a vállalat modern tanműhelyét. Ez kifejezetten a valós napi gyakorlati kihívásokra felkészítő tematikával fogadja a duális képzés keretében a diákokat. Egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk a nyíregyházi üzemünk történetében, amire készülünk már legalább 3 éve, de lehet, hogy többet is kellene mondanom, hiszen valamikor régen is volt itt az üzem területén szakmunkás képzés, és létezett egy tanműhely. Ez már nem ugyanaz, ez egy teljesen megújult és nulláról felépített, nagyon modern tanműhelyünk. A középszintű képzésben résztvevő villanyszerelő tanulók minden második hetüket az EON tanműhelyében töltik majd, ahol főállású szakoktató mentorálja a fiatalokat. A 2 éves program végén a résztvevők jó eséllyel pályázhatnak a vállalatnál hosszú távú karrier lehetőséget biztosító munkakörökre. Mindig azt hallják tőlem, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum helyi munkaerőpiaci igényeket kívánja kiszolgálni, és hogy a minőségi szakképzés az nem működhet a gazdaság szereplőivel való együttműködés nélkül. Erre ez egy ragyogó példa. Nagyon örülünk, itt elhangzott már vezérigazgató azt, hogy mondta, hogy van ennek múltja. Nagyon régóta képez villanyszerelőket a Serényi vagy az egykori 107-es, és valóban sokan emlékszünk még arra a titáztanműhelyre, ahol ennek az elődje működött.
Éppen ezért nagyon örültünk annak, hogy újra lehetőség van együttműködni az EON-nal, és hogy a duális képzésnek egy nagyon színvonal szintere lehet ez a tanműhely. A nyíregyházi tanműhelyben két oktatótermet alakítottak ki, az itt található eszközöket pedig maguk az EON szakemberei készítették. Nagyon fontos és azt gondolom példaértékű ez a program, több szempontból is. Egyrészt ugye a duális képzésről nagyon sokat hallottunk az elmúlt években, most láthatóvá, kézzelfoghatóvá válik, és ennek a hasznai is remélem. Másrészt, ugye szoktuk mondani, hogy felgyorsult korban élünk, nagyon változott a világ, hölgyeim és uraim, az utóbbi 10 évben. 10 évvel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy a szakmunkások nincsenek megbecsülve, elismerve, most pedig arról beszélünk, hogy munkaerő hiány van. Az energiavállalat az országban már számos városban, például Debrecenben, Győrben és Veszprémben is szerelt fel és működtet a duális képzés gyakorlati szinterét biztosító tanműhelyeket. A munkavállalástól a szabadidőig számos témában kaphatnak információt a fogyatékkal élők a Nyíregyházán nyílt információs és koordinációs ponton. Az országban 22 hasonló pont létezik, ezek célja, hogy komplex szolgáltatásokkal és naprakész információkkal segítsék a fogyatékos embereket, illetve hozzátartozóikat, és ezzel megkönnyítsék az érintettek mindennapjait. Ezen a két fővárosi és 20 vidéki helyen hozott létre az országban információs és koordinációs pontokat a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért közhasznú non-profit Kft. Így az ország minden megyéjében, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megkezdődött az a munka, melynek célja, hogy a pontok hálózatot alkotva naprakész információkkal segítsék a fogyatékos embereket és családjaikat. Alapvetően egy olyan kulcsszereplőket szeretnénk a tanácsadók személyében idehozni, akik a különböző szolgáltatókat, információkat aktuálisan minden kliens, család, szakember részére biztosítani tudják. Tehát az helyi szolgáltatókat összerendelik megfelelő információkkal, látják el oda-vissza. Az információs és koordinációs pontokon működő fogyatékosságügyi tanácsadók feladata, hogy információkkal lássa el az érdeklődőket, személyesen, telefonon és e-mailben is. A tanácsadók együttműködnek a család és gyermekjóléti központok szakembereivel, valamint kapcsolatot tartanak a család és gyermekjóléti szolgálatokkal, illetve továbbadják az aktuális fogyatékosságügyi ismereteket. A program hosszú távú célja egy országos hatókörű rendszer kialakítása, amely a fogyatékossággal élő emberek információkhoz, szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférését hatékonyan segíti. Nyilván itt nagyon vegyes a megkeresés, legyen az a munkavilág, a szabadidős programok megtalálhatóság elérhetősége, de akár az egészségügyi vagy a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a könnyebb ététele, az oda vezető információk megfelelő elmondása egy nagyon fontos feladat a tanácsadóknak. A megyében Nyíregyházán létesült információs és koordinációs pont. Jászai Menyhért, a város alpolgármestere úgy fogalmazott, a település mindent megtesz azért, hogy a fogyatékkal élők minden szolgáltatáshoz teljes mértékben akadálymentesen hozzáférhessenek. A szolgáltatásokat úgy kell átalakítani, hogy ők azt igénybe tudják venni, föl kell készíteni az intézményeket, itt legyen akár szociális ellátásról szó, igazgatásról, esetleg munkahely teremtése vagy pedig megszerzése, tehát nagyon sokrétű, egészen az akadálymentesítésig, a fizikai akadálymentesítésig, a kommunikációs akadálymentesítésig. Erre nagyon sok szép példát látunk. Ez a program, mint egy összekötő kapocsként felkészíti a fogyatékkal élőket, hogy a szolgáltatásokat hogyan tudja igénybe venni. A szolgáltatók részéről pedig arra készíti fel őket, hogy milyen igényeik vannak a különböző fogyatékkal élőknek. Legyen az akár hallássérült, látássérült vagy mozgássérült. A nyíregyházi megnyitón az is elhangzott, a létrehozott információs pontok nem csak arra szolgálnak, hogy ott segítséget nyújtsanak, hanem hogy közösségeket és kapcsolatokat is teremtsenek. Időszaki kiállítás nyílt a Kállai kúriában, ennek célja, hogy a fiatalabb generáció jobban megismerje Horthy Miklós és Kállai Miklós politikáját és munkásságát. A korszak kitüntetései, pénzei és ruhaviseletei 6 hónapon keresztül láthatók egy tárlat keretében Kálló Semjén ikonikus épületében.
25 éve temették újra Kállai Miklós miniszterelnököt Kállósemnyénben. Ez az egyik legmeghatározóbb esemény volt a település életében, de más változás is volt az elmúlt 25 évben. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Kállai kúria is meg tudott újulni. A Kállai kúria felújításánál azt is célul tűztük ki, hogy azt a korszakot, amiben a miniszterelnök élt, dolgozott, azt a korszakot megpróbáljuk felkutatni, megpróbáljuk megbecsülni, és ez a konferencia mai napon erről szól. A konferenciával egy időben egy időszaki kiállítás is nyílt, amely 6 hónapon keresztül látható a kúriában. Először is nagyon hálásak vagyunk a településnek és polgármester úrnak, hogy a kúria ilyen szép állapotba került, és itt egy múzeum létesült, ahol a család és a család történelme megjelenik, és mindenki számára elérhetővé válik, és nekünk természetesen az, hogy az utódainknak ilyen módon szintén megmarad. Ami a legfontosabb, tehát a legközelebbi kötelék természetesen nagyapám, és az ő öröksége, és az, hogy az ő politikáját most már így pozitívan be lehet mutatni a valóságnak hűen, ami ugye 45 évig egészen másképp történt. Minden múzeum életében fontos, hogy időnként megújuljon. A Kállai kúria időszaki újdonsága, hogy a legközelebbi hozzátartozók, az egykori miniszterelnök gyermekeinek élete is megjelenik fotók és levelek formájában. Kállai Miklós 1942-ben alakított kormányt Horthy Miklós megbízásából. Kállai Miklóssal együtt ők náci ellenesek voltak és idegenkedtek minden jobboldali pártól, és azra törekedtek, hogy a háborúból a békés úton vezessék ki az országot. Hát sajnos nem ez maradt, mert a kommunizmus más tanított, én jó magam is végig tanultam a fasiszta Horthyról. Talán ma már egy kicsit másképp látja az a nemzet, remélem, úgyhogy ami megmaradt, azt fel kell újraépíteni, hogy helyre tegyék ezt a időszakot, hiszen 25 évig vezettek az országot Horthy Miklós, és hát ugye én részrehajló vagyok, én szerintem jól vezette. Kállai és Horthy bizalma példaértékű volt. Ezt a jó kapcsolatot a leszármazottak a mai napig őrzik, hangzott el a konferencián, ahol az előadók azt is kiemelték, hogy ez azért fontos, mert a nemzet csak így tudja megtanulni, milyen volt a valódi Horthy korszak. A magyar nyelv és irodalom és a magyar, mint idegen nyelv vizsgatárgyak írásbeli vizsgáival elkezdődött a 2018-2019-es tanév őszi érettségi időszaka. Az írásbeli vizsgákat október 15-e és október 29-e, az emelt szintű szóbeli vizsgákat november 8-a és 12-e, a középszintű szóbeliket pedig november 19-e és 23-a között tartják. A diákok várhatóan több mint 9600 vizsgát tesznek, mintegy 4100-at emelt, 5500-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban az idegen nyelven teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszintű érettségit 77, emelt szintűt pedig 41 tantárgyból tesznek. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára lehetett jelentkezni. Idén 5. alkalommal csatlakozott a Nagykállói Sánta Kálmán szakkórház az országos 72 óra kompromisszum nélkül kampányhoz. Ebben az évben a több mint 20 Michelin önkéntessel együtt közel 50-en vettek részt a projektben. A kórház kerítésének festése még tavaly elkezdődött, idén ezt is folytatták, valamint parkrendezési feladatokat láttak el az önkéntesek, de a kórház betegeinek éttermét is kidíszítették. Az akció célja a figyelemfelhívás volt, hogy önkéntesként összefogással mennyit tehetünk másokért és környezetünkért. Nagyszabású showműsorok részesei lehettek a nyíregyháziak hétvégén. Szombaton az Experidence mutatta be legújabb darabját, vasárnap délután pedig az Alma zenekar adott koncertet a Continental Arénában. Mindkét előadáson szinte teltház volt a csarnokban. Szombat este ismét hazaérkezett Murjánikő.
A nyíregyházi musical színésznő ezúttal a világhírű Experience Tánztársulattal érkezett és hozta el a közönségnek Hamupipőke történetét. Enikő egy castingon vett részt, hogy a társulat tagja lehessen, majd elkészült az első közös műsoruk, a Cinderella. Azt gondolom, hogy az Experience minden egyes tagja nagyon-nagyon kedvesen, nagyon-nagyon lazán vette azt, hogy most ide egy új ember érkezett. Amennyire tiszteljük egymás munkásságát, ugyanúgy tiszteljük egymást emberként is, tehát hogy, és a mai napig ez hál' Istennek. Nyilván szokták mondani azt, hogy így emberek elszeparálódnak, különböző kategóriák szerint úgymond, és ez is érzékelhető, de ez teljesen rendben van, hiszen ők 20 éve dolgoznak együtt körülbelül, én meg 1 éve vagyok a társulat tagja. A Cinderella nem csak a felnőtteket varázsolta el a koreográfiákkal, hanem a gyerekeket is a sok megtestesített Disney mesehőssel. És a vasárnap is a kicsiknek kedvezett, amikor az Alma zenekar jött el újra Nyíregyházára. A csapat régóta jó kapcsolatot ápol Kisori Károllyal, a Down Egyesület elnökével. Az ő kérésére készítettük annak idején a Mutasd meg című nagy sikerű világslágerünket, az egyik klippünket Down-szindrómás gyerekeknek, a gyerekekről vagy gyerekekkel, úgyhogy valóban Nyíregyházán azért évente egyszer-kétszer tartunk egy-egy nagy bulit, úgyhogy jó érzés ide visszajönni. Most mondjuk ennek a mai koncertnek ugye egy teljesen kívülálló külsős Munkácsi Sanyi a szervezője, de Nyíregyházát szeretjük, tényleg szeretem. Mindkét műsorból hosszabb összeállítást láthatnak péntek este a Weekend című műsorunkban. Mennyire lesz uraság, mennyire lesz buraság, szokni légy lépennek alá, mennyire lesz színű. Kedden második szezonbeli hazai bajnoki meccsét játssza a Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák az NB1B piros csoportjának 4. fordulójában a Vasas Akadémia csapatát fogadják. A mérkőzés 16 óra 30 perckor kezdődik majd a Continental Arénában. A Honvéd elleni győztes idényító után nem úgy alakult a következő két meccs a Kék Cápák számára, ahogyan azt szerették volna. Az oroszlányi vereség még benne volt a pakliban, de aztán Budafokon is kikapott a Blue Sharks. Igaz, azóta a HEP kupában magabiztosan léptek tovább a nyíregyháziak, majd egy tiszaújvárosi edzőmeccsen is szórták a kosarakat a játékosok. A bajnoki tabellán azonban 1-2-es méleg áll a csapat neve mellett, így a szakvezetés érthetően többet vár a játékosoktól a folytatásban. A második vereségünk után volt egy beszélgetés a csapat között, és illetve játékosok, edzők, mindenki között, és bíznék abban, hogy egy picit azért a játékosok is jobban átérzik, hogy milyen jelentőséggel bírnak az alapszakasz mérkőzések, és nagyon remélem, hogy ez meg fog látszódni már a következő mérkőzésen. Mondhatnám azt, hogy jó formában vannak, de igazából az előző mérkőzés előtt sem éreztem az edzésen problémát. Remélem, hogy ez majd megmutatkozik a keddi mérkőzésen, és bízom abban, hogy kiteszik azt a fiúk a pályára, amit meg szeretnének mutatni mindenkinek, hogy miben léptünk előre. A Vasas ellen van miért visszavágniuk a nyíregyháziaknak, hiszen a legutóbbi szezonban végletekig kielezett párharcban a fővárosiak ütötték el őket a 4 közéjutástól. Ráadásul bemutatkozik a hazai közönség előtt az amerikai légiós Kajelak is. Mindenképpen jelenthet mindkettő plusz motivációt. A pályára lépő légiós nem kérdés, hogy segítségünkre kell legyen, de ha valakinek nem jelent plusz motivációt az, hogy a Vasas ellen talán visszavághatunk az elmúlt évben elért mindenért, akkor nagy probléma van, hogyha ezt valaki nem érzi. Úgyhogy nagyon bízom abban, hogy vissza fogunk tudni vágni kedden a Vasasnak. Nagyon keményen védekeznek, és igazából behúzódnak a gyűrű alá, és ha nincs külső kosár, akkor nagyon nehéz feltörni ezt a védekezést, viszont nagyon fontos, hogy megfelelőképpen védekezzünk, megszerezzük a lepattanó labdákat, és gyors játékkal tudjuk megakadályozni azt, hogy a Vasas meg tudja szervezni a védekezésüket, és meg tudják oldani ezt a bizonyos behúzódó védekezést. A Nyíregyháza Blue Sharks Vasas Akadémia mérkőzés kedden 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig szerdán 21 órától láthatják a találkozót.
A Fátum Nyíregyháza vezető edzőjének szavaival élve őrült mérkőzésen aratott győzelmet a bajnoki címvédő Békés Csaba otthonában a nyíregyházi női röplabda csapat. A Fátum két szettes hátrányból és négy mérkőzés labdát hárítva hatalmas hajrában győzte le 3-2-re azt a Békés Csabai együttest, akiket 3 éve senki nem tudott megverni hazai pályán. A nyíregyházi lányok ezzel vezetik az Extra Liga alapszakaszát, csütörtökön este 20 órától pedig ismét pályára lépnek, ezúttal a Continental Arénában bizonyíthatnak a Vasas ellen. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Kétnapos konferenciát rendezett az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség Nyíregyházán. Az eseményen többek között Gulyás Gergely és Novák Katalin tartott előadást. Mindketten kiemelték a fiatalabb generáció politikai szerepvállalásának fontosságát és azt, hogy az X ebben jelentős szerepet játszik. Valós munkakörülmények között teljesíthetik gyakorlati képzésüket ezentúl a villanyszerelő tanulók Nyíregyházán. Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT egy egyedülálló modern tanműhelyet alakított ki a duális képzésben tanuló diákok számára. A középszintű képzésben résztvevő villanyszerelő tanulók minden második hetüket az E.ON tanműhelyében tölthetik majd. A munkavállalástól a szabadidőig számos témában kaphatnak információt a fogyatékkal élők a Nyíregyházán nyílt információs és koordinációs ponton. Az országban 22 hasonló pont létezik, ezek célja, hogy komplex szolgáltatásokkal és naprakész információkkal segítsék a fogyatékos embereket, illetve hozzátartozóikat, és ezzel megkönnyítsék az érintettek mindennapjait. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 15-én hétfőn, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Folytatódik az átlagosnál melegebb napos száraz időjárás. Egy magas nyomású légköri képződmény peremén a Kárpát-medence fölé változó, többnyire alacsony nedvességtartalmú, továbbra is enyhe levegő áramlik. Az előttünk álló éjszaka derült idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős napos idő várható. Csapadék nem lesz, a délkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban még nagy rész derült vagy kissé felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A hétvégén néhol előfordulhat záporeső, de nagyobb csapadékra kevés az esély. A hőmérséklet szombatig lényegesen nem változik, majd a hétvégén már gyengül a nappali felmelegedés.